Itt a legújabb magyar autó, az esztergomi gyártású negyedik generációs Suzuki Vitara. Egy szűk arasznyival rövidebb az SX4 S-Crossnál, ugyanakkor szélesebb és magasabb nála, és egészen jelentős 18,5 centis hasmagassága van. Gyakorlatilag ugyanarra a műszakiságra épül, amire az S-Cross, viszont a kompaktabb méret csak is az előnyére válik, könnyebb vele parkolni, már csak a jelentősebb hasmagasság miatt is, és az utastér közel ugyanazt a helykínálatot adja. Kapható csupán fronthajtással, illetve összkerékhajtással is, lehet benzines és dízel is. Mindkét motorja 1.6-os és 120 lóerős, viszont a dízel az csak is a csúcsfelszereltséggel érhető el, úgyhogy mi most egy benzines, közel alapverziót fronthajtással kértünk. Ennek csak 5 fokozatú váltója van, így autópályára nem annyira ajánlható, 130-nál már egy kevéssel 3000 fölött forog, viszont amúgy városban és országúton nagyon kis finom gép, csendes, egészen takarékos, a gyári vegyes fogyasztási értéke 5,3 liter, de a tapasztalatok szerint is el lehet vele járkálni 6 literes átlaggal, ami elég jónak számít. Teljesen korrektül vezethető, van csillapítása a futóműnek, kellően stabil, tényleg egy ilyen teljesen jó családi autó, kellő helykínálattal, az utastérben ugyan kemény, de igényes műanyagokkal, itt ebben a GL Plus felszereltségben is már érintőképernyővel, tolatókamerával. Érdekesség, hogy még a csúcsverzióban középen van a műszerfalon egy analóg óra, ide egy Suzuki felirat került. Két dolog fogja tudni igazán eladni a Vitarát, az egyik a formája, a másik pedig az ára. Ez a második felszereltségszint benzinmotorral 4.110.000 forintba kerül, ez a konkrét példány pedig 4.235.000 forint a kétszínű fényezéssel.